visszahívott a HR-es, hogy hát lenne egy másik, kicsit másabb fajta, hogy érdekelne egy projektmenedzser. És így gondolkodtam, hogy fú, hát így tanultam projektet az egyetemen, hogy projektmenedzsment, de nem tudom mi lehet, hát akkor elmegyek megnézni. És akkor így elkezdték mondani pörgős, ilyen, olyan, amolyan, a lényeg az, hogy így egész jónak tűnt, úgyhogy így mondtam, hogy akkor legyen ez. És hát elkezdtem így ott dolgozni, az úgy nézett ki, hogy egy ilyen nagyobb vállalatnak lényegében volt ez egy kisebb, ilyen kihelyezett, úgymond leányvállalat, ahol én voltam Veszprémben. És úgy képzeljétek el, hogy bementem ugye első nap, elém rakták, hogy akkor ez a munkaköri leírás, és akkor így hát majd így szépen tudjátok, hogy folyamatosan majd ki fog derülni, hogy pontosan mit is fogok én csinálni, mert hogy most jönnek a projektek, még kialakulóban van, stb. Igazából kiderült, hogy így fogalmuk nem volt róla, hogy majd így pontosan mit is vagyok, tehát hogy már nekik sem. Úgyhogy így kicsit így nehezen alakult először nekem ez a dolog. Ami nagyon jó volt, hogy ugye ott én kaptam tömeget, tehát hogy így láttam a gépeket, hogy működnek, hogy történik a gyártás, stb. Tehát folyamatosan támogattak, belevontak az ilyen működési folyamatokba, hogy hogyan működik, vittek megbeszélésekre. Az a része nagyon jó volt, de ettől függetlenül hónapokig azt sem tudtam, hogy mit fogok csinálni. Tehát, hogy soha senki nem mondta el, hogy figyú, neked a munkakörödnek az a célja, hogy, és akkor ott elmondták volna, ugye, hogy mi a célja, mi lesz ebből nekem az értékes végtermékem, ugye, amit mutatott is a Tamás. Egy szóval nem mondták, és így bolyongtam, és próbáltam valami rendszert találni, hogy akkor ez hogyan is működik. Már magamnak írtam a leírásokat, hogy miket csinálok, hogy hogyan is néz ki egy napom, mert egyszerűen annyira kellett valami az űrzavarban, hogy megtaláljam az utat. És így ezzel küzdöttem ott. És hát így igazándiból ez is hozzásegítette ahhoz, hogy végül eljöttem. Egy másik része még az volt, hogy hát ez a tipikus magyar vállalat volt, ugye, amikor így bejönnek az emberek panaszkodni. Tehát ez a légkör fogadott, ugye elég sok férfi dolgozott ott, és így jöttek be, hogy szar a munka, nem akarják csinálni, elmentek kávézni, tízszer egy nap, tudjátok, cigi szünet, minden, tehát így munkát nagyon eredményt nem mindig láttam, tehát hogy így nem egyszerűen pörögtem volna, csináltam, és akkor nem volt a helyén az ember, akit így dolgoztattam volna, mint projektes, és akkor mondtam, hogy ez így nem túl működőképes. És lényegében így egy-két elejtett szóval, pedig így az etikátlanság is kezdett így úgymond felszínre jönni, így adminisztrációban, pénzügyekben, tehát úgy elég rendesen ott volt az, hogy nem úgy működik ez a szervezet, ahogy kellene neki. És így ez már úgy gyülem lett bennem, de megmondom őszintén, elég lelkiismeretes voltam, így próbáltam helyrehozni a dolgokat, meg egy kicsit így akkor mondom, ezt így rendbe tesszük, menni fog ez, jól fog működni. És nem sikerült ezt így, jött egy audit. Azt nem tudom, mindenki akkor biztos tudja, hogy így az ilyen vállalatoknál, az ilyen gyártóknál azért nagyon szigorúan veszik ezeket az auditokat. És egy ilyen auditon lényegében közölték velem, nem lesz semmi gond, elém rakták, hogy majd erről lesz szó, és hogy ja, amúgy ugye angolul kellett beszélni, hát angolul tudtam, de azért így a fröccsöntéssel kapcsolatos szakszavakat, mint HR-es, nem igazán értettem. De mondták, hogy nem lesz gond, ott lesz a minőség, ellenőr, ő majd ő segít, minden. Beültünk ugye pasik meg én, szembe ugye az audit bizottság, ott is csupa pasik, úgyhogy gondolták, majd így nyert ügyem lesz, hogy én, mint egyedüli nő, majd így nem lesz probléma. És azt képzeljétek el, a minőség ellenőr ezt csinálta végig. Akkor a főnököm nem tudott semmit angolul. Tehát így elég jók voltak az erőviszonyok, és akkor én, mint egyedüli, fordítsak mindent. És így ültem, és így még megoldottam, átmentünk az auditon, de annyira rosszul éreztem magamat végig, tehát hogy így nagyon aranyosak voltak, akik jöttek auditálni, és nagyon jót beszélgettünk, meg tényleg így valószínűleg a személyiségem maga is azért oda tette azt, tehát ők így mondták visszajelzésként, hogy nagyon jó volt velem beszélgetni, meg hogy így ilyen finoman jelezték, ha valami nem úgy működött, mert persze találtak egy sajnos elég sok mindent, ami nem úgy működött, ahogy kellett volna. De a lényeg az, hogy nekem az egy elég nagy törés volt, hogy nem az, hogy bedobtak a mély vízbe, mert azt én mindig is élveztem és szerettem, hanem az, hogy nem voltak ott mellettem, és nem támogattak ettől függetlenül ebben, hogy akkor már, ha mély vízbe vagyok, legalább így toljuk meg, hogy úszom. Tehát, hogy így valami, és ez így nem volt meg. És akkor felhívtak az IBM-től, hogy van egy HR-es pozit, tehát ott, ahol eldöntöttem, hogy én ezt nem csinálom, tovább jött egy telefon, hogy érdekelne ez. Hát mondom, persze, hogy érdekelne, és lényegében el is mentem ugye az interjúr, és akkor elkezdtem, hogy akkor egy nagyobb vállalat, hát azért mégis csak egy multi, nekem nagy álmom volt, hogy multinál dolgozzam, és akkor ez biztos nagyon jó lesz. És
Ott pedig így a beléptetésnél, már tudjátok, amikor eladják, így nagyon szépen ki van cicomázva, hogy milyen is ott az élet, milyen a multi környezet, és nekem tényleg nagyon tetszett, meg ott egy fő célt kaptam, hogy mi a célja ennek a multinak, tehát ez nagyon jó volt benne. És akkor utána igazániból volt egy hónapjuk felkészülni, hogy jöjjek, de ott pedig ilyen kicsit ilyenekbe csúsztak meg, hogy nem volt gépem, nem volt jogosultságaim, nem volt... Adtak egy munkaköri leírást, amiben tele volt rövidítésekkel. És így, így fogalmam nem volt, hogy mit jelent, de hogy ezt kell majd csinálnom. És mondtam, hogy hát jó, de mondták, hogy nem baj, majd nem, ezt csak olvassam el. Tehát ugye adták a meg nem értett szavakat, az így nem túl jó, hogy első körben. És mondták, hogy olvassam el, de majd elmagyarázza a kolléganő, hogy mit kell csinálni. Leültem, hogy akkor magyarázzál, és így mindenbe belekapott, hogy majd ezt, majd azt, majd amazt, és akkor abból is próbáltam én egy rendszert így kidolgozni, hogy akkor hogyan fogok dolgozni ebből. És a lényeg, hogy ott is így ugye átadták ezt az egészet, próbálták így átadni, és kaptam egy ilyen nagy kis, ilyen, úgymond csomót, amit így ki kellett bogoznom, hogy akkor hogyan is csináljam. És akkor ez így meg is történt, elkezdtem ugye dolgozni ott, és tudjátok, amikor így minden egyes csatornáról így jönnek az e-mailek, tehát ez biztos, aki így multiba dolgozott, ez már érzékelte, és semmi nem volt így standarden leírva, hogy te ezt meg ezt meg ezt csinálod, ha ez meg ez a problémád van, akkor ezt meg ezt hívjad fel. Vagy mondjuk ő felelős ezért, ő azért, tehát hogy nem volt egyszerűen kiépítve az a szervezetben, hogy ki felelős miért, ki fogja megcsinálni ezt a feladatot, kit keressek ezzel, tehát itt semmi nem volt, mindenért szaladgálnom kellett mindenkit kérdezni, aki éppen ráért. És ugye ez a ráérés nálunk úgy volt, hogy 10 nő volt egy irodában, ebben a HR irodában, ugye ez az Open Office, és lényegében így valaki így egész nap úgy elevickélt, és akkor úgy el volt, tehát hogy nem volt. Én nekem így a dossziék eddig álltak az új belépőkkel, én foglalkoztam az új belépőkkel, én majd megszakadtam, én estig ott dolgoztam. A kolléganőm velem szemben meg már mondta, hogy unatkozik, és így kicsit az mondjuk úgy rosszul esett a lelkemnek, hogy ugye én ott megszakadtam, ő pedig lényegében az arról panaszkodott, hogy a főnök nem ad neki elég munkát, hogy nem bízza rá a munkát, nem foglalkozik vele. Tehát, hogy így nem volt egyszerűen elosztva úgy a feladat, ahogy kellett volna. És a főnökömről pedig azt kell tudni, hogy velem együtt kezdett, és nagyon lelkes volt eleint, és ez nekem tök tetszett, mert én is ugye mint kezdőként tökre lelkes voltam is, hogy szeretném ezt csinálni. És ahogy ugye ő is kapta azt a rengeteg feladatot, mint vezető, egyre kevésbé kezdett el velünk így már foglalkozni. És ez odáig fajult, hogy konkrétan a HR-es irodával szemben volt az ő irodája, és átköltözött a... tök a másik szárnyába ennek az épületnek, tehát így egy ilyen, nem tudom, jó 5 perc sétára tőlünk, átköltözött a másik szárnyba, és ott a vezetőséggel egy ilyen közös ilyen szárnyban volt az irodája. És onnantól kezdve csak így egyszer-kétszer egy-egy megbeszélésen ugye találkoztunk vele, meg néha bejött ilyen pofa vizitre úgymond, hogy akkor figyú, ezt kell csinálni, valami probléma vele nincs, jó, oké, köszönöm. Tehát így ennyi volt ugye a figyelem, amit megkaptunk tőle. És én ugye nyilván ezt azért jeleztem, hogy mi nem tetszik, mi nem, próbáltam mindig, hogy hogyan lehetne jobban megoldani a munkámat. És igazából, ami ugye mondta Tamás, hogy mi is volt ez a végső döntés, ami miatt én eljöttem, mert én valószínűleg, hogy nagyon sokáig ott maradtam volna, mert maga a munkakör az nagyon jó volt, tehát én ugye ott tényleg egy csomó lelkes új kezdővel találkozhattam, akiket abban segíthettem, hogy a szervezetben megtalálják a helyüket, imádtam, hogy jönnek a kis problémáikkal, és én oldhatom meg, és mindenki tök hálás volt, amikor megoldottam egy problémáját. Viszont olyan szinten megvolt ez az elnyomás, hogy ezt csinálod, egyfolytában ugye ilyen projekt lesz, olyan projekt lesz, így nagy lelkesen előadta a vezető, hogy elindított dolgokat, de nem volt az, hogy akkor megváltoztatják és ugye megállítják, tehát nem vitték végig a folyamatokat, csak így beledobták, hogy csináljátok, és akkor így sziasztok. És ugye ez annyira elkezdett, annyi minden elindult, egy csomó projekt, aminek így nem láttam a végét, hogy egyszerűen teljesen ezt rám nyomta, és nem vettem észre, hogy egy ilyen stressz lett lényegében már bennem olyan szinten, ennyi idősen már, hogy lett egy egészségügyi problémám.
És az odáig fajult, hogy lényegében már azt a kés alá akartak igazándiból küldeni, tehát hogy akkor szépen ezt így vágni kell, és akkor máshogy ezt nem is lehet megoldani. És hát így természetesen én ezt azért nem akartam, hogy te jó, én most műtét meg minden, most tényleg ez miatt, és akkor mondja az orvos, hát csökkenteni kéne a stresszt az életében, és akkor így kinevettem, hogy köszönöm szépen, ez így nem igazán kivitelezhető jelenleg. És a lényeg az volt, hogy szépen elmentem az orvoshoz, ő elmondta, hogy mit meg hogy fogunk csinálni, én mondtam, hogy nem, köszönöm, megpróbálok egy természetesebb útvonalat. Akkor azzal is próbálkoztam, nem lett eredménye, és felhívott a bátyám, kim volt akkor éppen Amerikában, és ott onnan hallgatta ezt a történetet, hogy mi is van éppen velem, és felhívott, hogy szia, holnap fel fogsz mondani. Most már ugye azért nagyjából, aki volt Jenin elég sokan, tudjátok, hogy mi ez a 40-es tónus, na hát ő ennek ez nagyon jól tudja művelni, és olyan környezetben volt, ahol ez nagyon jól megvolt neki, úgyhogy ezt így 40-es tónuson telefonon keresztül átküldte nekem, és másnak felmondtam. Tehát így ez így ennek köszönhet, ezt mind úgy csináltam, amúgy ez novemberben történt, amikor leírták a Tamásék az ideális képet, tehát azért ez így elég érdekes. Tehát így novemberben felhívott, hogy mondjak fel. Felmondtam, és úgy, hogy fogalmam nem volt, hogy mit fogok csinálni. Tehát, hogy így nem volt B-tervem, nem volt semmi, de így úgy éreztem, hogy ha most nem teszem meg, akkor sem fogom megtenni, mert hogy annyira élveztem tényleg azt ott csinálni, tehát, hogy én nem éreztem ezt tehernek, hogy mennyit dolgozok, vagy ilyesmi, inkább amúgy otthonról kaptam főként ezt, hogy ez azért nem normális, hogy estig bent vagyok, és stresszes vagyok, és stb. És az a lényeg, hogy felmondtam, és így nem tudtam, hogy mi lesz. És akkor így januárban hívtak, hogy van a Tamás, Kassa Tamás fog tartani egy ilyen céltervező dolgot. Fúha, mondom, hát céltervezés január, mondom, ez nekem egész jól jönne most jelenleg, mert fogalmam sincs, hogy mit fogok csinálni. És a Tamás akarva akaratlanul így fél tréninggel eladta magát, tehát úgy, hogy így a tréning közben tök véletlenül történt, igen. Tehát így a tréning közben így konkrétan így odafordultam a páromhoz, és így mondtam neki, hogy te, én a Tamásnál fogok dolgozni, én tréner leszek. És akkor így oda mentem a Tamásra szünetbe, hát most mi a fenét veszítettek jelen helyzetemben, hogy hát Tamás, figyelj, tréner szeretnék lenni nálatok, hát ez hogy kell, akkor mi lesz? És ugye ő vázolta a szitút, hát mondtam, hogy jó, persze, hát akkor legyen. Tehát, hogy így mondta is nekem, hogy lényegében ugye nem, először nem fogsz pénzt keresni, tehát hogy először ugye hozd be azt a szintet, tehát hogy így azért meg kell itt felelni dolgoknak, és hogy gyere el a Jedi képzésre. Hát így fogalmam nem volt, hogy mi az a Jedi képzés, tehát hogy így jó, hát majd lesz valami, persze, hát képzés, ez biztos jó dolog. És hát innen kezdődik a történet, hogy ez hogy is alakult ki, mert én elmentem a Jedi képzésre, és így rájöttem, hogy úristen, tehát így ez a kommunikációs dolog, ez nekem nem úgy ment, mint hittem, pedig mindenki azt mondta, hogy milyen jól kommunikálok, de hát így basszus, hát ez mégsem annyira megy, mint amennyire gondoltam. És ott olyan áttöréseim voltak, hogy másodiknak mentem talán oda a Gabikához, hogy te figyelj, és ugye mikor kezdek el dolgozni, mert ugye bemutatták nekem a Gabikát, hogy ő lesz ugye a vezetőm, hozzámenjek a feladatokért, ilyesmi, és akkor megkezdtem, hogy mikor dolgozhatok már, most mondja valamit, hadd csináljunk, mert tréningen vagyunk, meg ilyenek, és így mondja a Gabika, hogy jó, akkor add el az Ildinek a szervezésiét. És hát akkor fogtam magam, és így elmentem, ott az emberekkel elkezdtem beszélgetni, hogy jött, akkor én eladom az Ildinek a szervezésé, és mondom, de mi az, mit kell róla tudni? Hát ott a honlap van, nézd meg, tudod, és így, hát eddig nekem nem így működött a feladat, kaptam egy ilyen ennyi leírás, meg néha mondták, hogy ezt meg azt kell csinálni, én mondom, ott van a honlapon minden, és elolvastam, és tényleg ott volt minden információ a honlapon, hát jött, akkor eladom. És elkezdtem ugye beszélgetni az emberekkel, és így tökre élveztem. És ezt tudnotok kell, hogy mielőtt én oda mentem a Tamáshoz, nekem az volt a fejem, hogy én soha a büdös életben nem fogok értékesíteni. Tehát ma én nem. Tehát mondom, ez mi? Én nem fogok oda menni emberekhez, én nem tudok velük így beszélgetni, csak úgy, meg ismeretlen embereket megszólítani. Meg. Tehát ugye nyilván volt egy közeg, amiben mozogtam, hát ott jöttek hozzám az emberek, de én menjek oda az emberekhez, tehát nekem ez ilyen tök nem volt reális. És az volt a durva, hogy ott pedig, amikor a Gabika 40-es tornoson szintén mondta, hogy add el az Ildi szervezését, egy pillanatig nem kételkedtem abban, hogy jöhetek, azt megcsinálom. Vagy amikor a Tamás ugye azt mondta, hogy értékesítenem kell, és akkor fogok tudni tréner lenni, akkor mondtam, hogy jó, akkor megcsinálom. Tehát, hogy így ez a durva, hogy olyan szinten ezt így kisütötték nekem, hogy nem is volt egyszerűen nem kételkedtem abban, hogy én akkor ezt megcsinálom, és ez így lesz.
És ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy megkaptam ugye ezt, mint első feladatnak, amikor vége lett a tréningnek, a Gabika lenyugtázott engem, hogy jól csináltam, hogy ügyes voltam, megkérdezte, kivel mit beszéltem, és végigkövette az eseményeket. Akkor utána, amikor megkaptam az első feladatomat, hogy ezt a listát hívjam fel, ezeket erre kell lezárni, és a Gabika folyamatosan kérte minden nap, hogy erről írjak egy jelentést, hogy mit csináltam, kivel beszéltem, és én teljesen meglepődtem, hogy nekem be kell ilyenekről számolni a nap végén, hogy mit csináltam, és érdekli a főnökömet ez. Hát ugye a másik főnököm így heti egyszer megkérdezte, hogy amúgy nézünk. Tehát, hogy így, ma megy a munka, tudjátok, jól végzi, hát akkor most minek pazaroljak rá időt, ugye, aki úgyis csinálja, tolja a szekeret, ha éppen nem foglalkozok vele akkor is. És egyébként nekem teljesen fura volt, hogy úristen, és ugye Gabika egyfolytában, igen, akkor ebbe segít, abba, és így, fú, ez így nagyon durva volt, tényleg én nem tudtam hova tenni ezt az érzést, hogy így valaki ennyire törődik velem, meg foglalkozik vele, hogy hogyan mennek a dolgaim. A második ilyen nagy meglepetés az volt, amikor ugye a magánéletemmel kapcsolatban is ugyanezt kaptam vissza. Tehát nem csak az érdekelte őket, hogy én mint értékesítő hogyan végzem a munkám, vagy épp milyen nehézségeim vannak, hanem hogy a magánéletben ezek meg azok hogyan mennek nekem, és hogyan tudnának mondjuk segíteni ebben. És itt nekem ez szintén fura volt, hogy az emberi oldalát is most ennyire nézik, tehát hogy így egyszerűen nem tudtam ezt hova tenni. És ami még szerintem ezzel kapcsolatosan így nekem egy nagyon fontos tanulság volt, az pedig az, hogy ténylegesen, mert mindenki mondta, hogy a multi, hogy a nagyvilág, és akkor kapod az, ott ilyen csapatépítő, tudjátok, olyan helyekre visznek, ez lesz, az lesz, amaz lesz. Hát konkrétan ennyi élményben nekem nem volt részem eddig soha, mint amennyi ezzel a csapattal, a körülbelül még egy év se, amit velük töltöttem, és ennyi mindennel nem volt az eddigi munkahelyemén egyáltalán semmi tapasztalatom. Tehát, hogy így a barátnőm, aki multinál dolgozik, egy nagyon jó pozícióban, egy igen neves multinál dolgozik ő is, és egyszerűen már konkrétan megfolyt egy kanál vízben, amikor elkezdem mesélni, hogy éppen ide megyünk, éppen ezt csináljuk, éppen ezt fogom kapni a Tamástól, és már, és hogy a csapatba egyfolytában megy a chat, hogy kivel mi van, hogy van, tehát, hogy így egyszerűen nem reális neki, hogy ez hogy lehet, hogy ennyire foglalkoznak egy emberrel a cégen belül. És szerintem ez a nagy kulcs, hogy nem azt nézik, hogy nyilván ott van, hogy értékesítő vagyok, hanem hogy én milyen ember vagyok. És ez az, amit nagyon sokan elfelejtenek, ugye szerintem, amikor valaki bekerül egy vállalathoz, hogy az emberi oldalát is megnézik annak az illetőnek, és nem az van, hogy igen, szarul csináld a statisztikáidat, akkor szevasz. Hanem oké, akkor nézzük meg, hogy miért rossz a statisztikád. És ez nagyon-nagyon jó példa, mert konkrétan, amikor majdnem, hát nyilván ugye vannak nehéz időszakok, hát nekem is megvolt, hogy is hívott Tamás a hisztim. Na hát ez úgy nézett ki, hogy én mondtam a Tamásnak, hogy beszéljünk, hát meg akartam lógni. És hát nem szarul mentek a dolgok, nem volt olyan jó a statisztikám, minden. Hát mondom, hát ezzel nem fog tudni pénzt keresni, hát ez így nem lesz oké. És így leültem a Tamással, rám nézett, na mondjad. Ennyit mondott a Tamás, elkezdtem mondani, és erre közölte, hogy ez a nem lét, ugye jól emlékszem? Na hát azt képzeljétek el, hogy olyan szinten elkezdtem ezen bőgni, csak ennyit mondott Tamás, ez nem lét. Taknyúnyálom összefolyt komolyan, tehát így bőgtem a sugármoziban, tehát hogy így ez a még egy ráadásul egy ilyen bevásárló központnál bőgtem, mint az állat, hát ez nekem ez nem megy, tényleg hisztisztem, na, nem szoktam amúgy ennyire durván, szerintem máskor nem is láttak még, de ott tényleg nagyon hisztisztem, és így hát ez még nem akadtak ki. Tudod, tehát azt vártam, hogy hát mondják, hogy hát sajnáljuk, vagy tudjátok, hogy így én ott elkezdtem hisztizni, majd ők is ott valamit erre. És így tök nyugodtan ültek, közben ugye megérkezett Tilda, meg a Gabika, még tök nyugodtan ülnek, mosolyognak. Tudom, mi a bajok tudnak tenni? Na, éppen hisztizek, éppen akarok menni, meg itt mosolyognak. És akkor így, hát így mondták, hogy akkor mit fogunk másképp csinálni, tehát elkezdték megoldani a problémát. És így, eddig nem ez volt. Leültem, azt mondtam, felmondok, és akkor így megkaptam, hogy hát jó. És ennyi volt. Itt meg mondtam, hogy akkor felmondok, és akkor meg jó, akkor hogy oldjuk meg? És nem hiszem el. És hát megoldottuk, mit látjátok, de hogy amúgy is lényegében az volt az egésznek
a mozgatórugója, hogy kezelték, hogy megnézték, hogy mi volt a probléma. Nem az volt, hogy akkor elhagyjuk, hogy jól van izé ott a magánéleti izéja, aztán akkor menjen, biztos van ez meg ez a baja, vagy ja igen, ez szarul volt úgyis a statisztikám, mert tényleg szarul volt a statisztikám, tehát mondhattam volna a Tamás azt, hogy hát igen, láttam, hogy nem úgy teljesítesz, és akkor szevasz. És nem ez volt, hanem megnézték, hogy akkor hogy csináljuk jól. És megnéztük, hogy hogy csináljuk jól, és így ment fel a statom. Aztán utána ugye jött amit már azért páran tudnak mindegy, ugye egyszer nem kaptam amúgy értékelést arra, hogy éppen milyen a magánéleti dolgom, vagy nem. Én se tudtam róla egészen az esküvőm előtti napig, hogy milyen a magánéleti dolgom, vagy nem. A lényeg az, hogy majdnem férjhez mentem, szerencsére, most már szerencsére csak majdnem, és a lényeg az volt ezzel kapcsolatosan, hogy ott sem az volt, hogy a csapat, most pont ezt beszélgettük kint, tehát hogy nem az volt, hogy jaj, mi már láttuk, tehát hogy ez a csávó, ez búz, nem, hanem az volt, hogy majdnem mindenki meg akarta verni, mint kiderült, de akkor nekem senki nem mondta, hanem az volt, hogy végig támogattak, és nem voltak velem, de éreztem azt az erőt, hogy ők ott vannak nekem, és mindannyian biztosítottak arról, hogy ők ott vannak nekem ennek ellenére. És úgy csináltak, mintha úgymond mi se történt volna, tehát hogy így lényegében ott küldték felém az erőt, a csodálatot, a megerősítést, de egy pillanatig nem volt az az érzésem, hogy ők sajnálnának, vagy próbálnak tényleg ezt így, hogy ja, pátyolgatni tudjátok, mert attól az embernek akkor én is ilyen adtam volna, hanem végig így derűsen kezelték ezt az egész helyzetet, ami azt eredményezte, hogy kétszer annyit kerestem abban a hónapban, amikor majdnem lett egy esküvőm, mint előtte. Tehát, hogy azért ez így szerintem elmond valamit ezzel kapcsolatosan. És tehát összességében csak tényleg azt akartam elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan kezelik az embert, mint embert, hogyan kezelik a problémáit, hogyan kezelik a statisztikákat, hogyan jutalmazzák, tehát biztos Facebookon látjátok, hogy mennyi mindent kapok, meg mennyi helyen vagyunk, és mindig az, hogy egy megerősítés és a jót, és például nekem ez tök nagy felismerés volt, hogy nem, mert voltunk ez a Márten Rino, ugye? Neki az előadása, ő mondta, hogy sokan azt csinálják, hogy azt a statisztikát, vagy azt az embert pátyolgatják, aki szarul teljesít, tudjátok, hogy akkor neked kéne a képzés, akkor mi a gond, oldjuk meg, izé. Egészen addig nem kérdeztek ilyet tőlem a Tamásék, amikor ugye rossz volt a statisztikám, és nem volt semmilyen, amíg én oda nem mentem, és azt mondtam, hogy ez így nem oké, és csináljunk valamit. És akkor csináltunk valamit. De akkor sem volt úgymond megerősítve, hogy akkor engem elküldenek ilyen-olyan tréningre, meg jutalmaznak, nem. Dolgozzak megért. És onnantól kezdve, hogy így elkezdtem felfelé szárnyalni, kaptam egyfolytában a megerősítéseket, a jutalmakat, és ettől még motiváltabb lettem. Tehát, hogy sokan hallottam már ilyet, hogy attól félnek cégvezetők, hogy hát most, hogyha elkezdjük így jutalmazni, aztán akkor már oda nyújtom nekem a kezelet, és akkor az egész karom kell neki, meg minden. Amúgy ez nem így van. Tehát én ezt magamon kezdtem el érezni, hogy ez baromina nem így van. Hanem még jobban azon leszek akkor, hogy még jobban oda tegyem magamat, és még többet dolgozzak, hogy ténylegesen megmutassam, hogy én ezt megérdemlem, és akarom, és új dolgokat kitűzök, hogy ugye most is van, hogy mit kell elérnem ahhoz, hogy megint kapjak valamit, tehát hogy ez egy játék köztünk, és ez egy tök jó játék. Mert az volt, hogy elértem akkor, megkaptam a laptopot, leültünk Visegrádon, elmeséltem ezt, leültünk Visegrádon ott a szauna, vagy mi volt az a bár elé ott a szaunázás után, leodaültem a Tamás mellé, és akkor így mondtam neki, hogy kitaláltam, hogy mit szeretnék következő célnak, hogy mennyit kell hozzá elérnem. És akkor mondta, hogy mennyit kell hozzá elérnem, és így mondtam, hogy jó, akkor ennyi? Mondta, hogy jó, akkor ennyit kell. És akkor utána közöltem vele, hogy amúgy már ennyi megvan belőle. És így rám néz, mennyi? És mondtam, már megbeszéltük, megállapodtuk, rámondtad az igen, úgyhogy mondom, most már nem lehet visszakozni, és az Angie nem tudta, miről beszélünk, ő a pénzügyesünk, és pont lefotozta a pillanatot. Az úgy néz ki, majd megkeresem azt a képet, hogy köntösbe ülünk, Tamás így elréved, tudjátok, mint aki most tudta meg, hogy az ötös lottót, és így elréved a távolba, én meg így röhögök rá, és így a kép címe tényleg lehetne az, hogy Tamás, most tudta meg, hogy keveset mondott. Hogy
hogy mennyit kell behoznom ahhoz, hogy megkapjam azt a valamit. Igen, szóval, hogy ez egy tök jó játék, és ez egy tök jó célkitűzések, és nagyon fontos, hogy mindig ott legyen valamilyen cél, lebegjen a szem előtt, és ez nem kell valami nagy dolognak lennie, hanem az a fontos, hogy ténylegesen nekem legalábbis ezek voltak a tanulságaim, hogy odafigyelni rá, lenyugtázni. Ezt én, amíg ebbe a csapatba nem kerültem, én nem gondoltam, hogy milyen rohadt fontos minden egyes esetben lenyugtázni az illetőt. Tehát, hogy még ha valamit szarul is csinál, akkor is lenyugtázzuk, mert mondjuk megpróbálta, és akarja, és csinálja is. És ezt szerintem baromira fontos, akkor a jutalmazás, tehát az, hogy valamilyen úton, módon legyen valamilyen jutalmazás, és ugye ez, hogy ez a játékosság benne legyen, az, hogy ténylegesen érezze a törődést, és hogy ezek nekem itt megvannak a csapatnál, tehát ez így valami hihetetlen. Tehát az Ildi például mindig tudja azt, hogy milyen kis apróságra kell odafigyelni, amit utána, ha nekem mondjuk bármilyen figyelmességet utána azt én visszakapom, én annak nagyon örülök, mert mi elejtek valamit, és ő tudja, és akkor az úgy lesz. Tehát, hogy akkor ő mondjuk csinál valamit, amivel így, úristen, hát ezt emlékszel rá, hogy én ezt mondtam, és ilyen kis pici apróságokat. A Gabika az látja, hogyha valami bajom van, de éppen csak megrezdül a szemem, és így, mi történik? Egyből odajön, tudjátok, és akkor lecsap, és tudja, hogy mit kell mondani, hogy jobban legyek. A Tamás csak annyit kérdez, hogy leül, Mizu, és folyik a szó. Tehát egy szegénynek olyankor így kijereztem magamba, és ő meghallgat, és aztán mond egy-két nézőpontot, amivel így teljesen más megvilágításba helyezi a dolgot, és azt mondom, hogy ja, basszus, tényleg. Tehát, hogy így mindig kiegészítjük egymást, akkor az Olátomi például mond néha ilyen olyan velős, ilyen jó tanácsokat, tudjátok, ami csak ilyen pár mondat. Tehát, hogy de ilyen, akkor ilyen velősen pont pár mondatot, és de az úgy üt. Tehát, hogy így annyira így a vesénbe lát olyankor, hogy így fú, és azok úgy ütnek. És a Klári például ez a csodálat, ő annyira azt tudja küldeni az emberek felé, hogy mindig visszakapom, hogy ő miért, mennyire csodál engem, és ez is például tök nagy erőt ad. Tehát, hogy erről szól, tehát ez az egész lényegében olyan vagyunk, mint egy nagy család. Úgyhogy én ezért váltottam a multiból, így összességében, mert így lett egy családom. Van egy kérdés még. Ja, meg lesz az a Volvo? Ez a Csabának a keresztje, hogy a legjobb szerelője Volvo miatt lépett le. Ja, bocsánat, ja. Hogy ne adjak ilyen célokat. Viktor, van az a összeg, amit ki tudunk számlázni, és akkor lesz Volvo. Viktor, meg lesz a Volvo. Vélem. Jó. Jó. Valakinek még valami. Igazi kérdés? Mindent elmondott igazából. Melyik tréningen voltál először januárban? A Jedin voltam. Céltervező. Ja, az céltervező volt. Az egy egynapos céltervező. Tessék? De az házatos tréning volt? Nem, céltervező, aha, igen, az volt. És utána, hogy már akkor képezni akartad magad, és elmentél, tehát ott már még volt egy ilyen motiváció, hogy hogyan? Hát én jártam ilyen tréningekre, meg tehát engem mindig is érdekeltek az ilyen dolgok, hogy hogyan tudok fejlődni, tehát persze jártam én. Réka egy második generáció szientológus, tehát a szülei már szientológusok voltak. Ja, igen, köszönöm. Tehát ebbe született bele? Nekem kicsit könnyebb. Tehát, hogy engem a misszió hívott fel, a Veszprém misszió, ugye ez egy kisebb ilyen szervezeti egység a szientológiának, ugye ez az Orne, vagy így ez nem tudom, mennyire volt, mindegy. És akkor a lényeg az, hogy ők a veszprémi kihelyezettük, mond egy ilyen székhelye, és ők hívtak fel, hogy lesz egy ilyen tréning, és hát töredelmesen bevallom igazából, én nem ismertem a Tamást. Tehát, hogy ez így... Mindenkinek vannak hibái. És tényleg, tehát ezt így a mai napig bánom, mert én nem ismertem, és így én azt sem tudtam, hogy hova megyek. Tehát nem az volt, hogy a videóim nézése közben eldöntötte. Tehát a PR nem ért oda. Egyáltalán nem ismertem, és így bejött, és mondom, de laza ez a csávó. Tudod, ez volt az első gondolatom amúgy, hogy így nagyon laza. És ő elkezdett beszélni, és mondom, mekkora dumája, és nagyon úgy eladta magát ezzel, tehát hihetetlen volt. Tehát azt tetszett, tudjátok, hogy nem ez a kis finomkodott, vagy úgy jaj, hanem megmondta, az a izé, ilyen, az olyan. Tehát annyira azt tetszett, hogy nem ez a műmájereg, mert azért vannak valójában olyan trénerek, akik így ez a külcsín és
simogatjuk a témát. Nem, a Tamás azt így megmondta, és ez nekem annyira tetszett, hogy úgy mondtam, hogy na, hát nekem ilyen ember kell, akire felnézhetek. Tehát, hogy igazából így történt, hogy már igen, erre a képzésre akartam menni. Semmi. Közben kellett hittem. Semmi probléma. Valakinek még? Én csak annyit mondom, hogy szuper. Oké. Okay. Köszönjük, Réka. Ügyes volt. Jó tréner lesz? Igen. Igen, azt megszűnnek.